Szeretettel köszöntök mindenkit, Novák Marci vagyok, szenior tréner, gerontoandragógus, és majd átmozgató szenior torna órára hívom a kedves nézőket. A gyakorlatokban mindenki annyit végezzen és úgy, ahogy neki jól esik, egészségügyi állapotának és lehetőségeinek megfelelően. És akkor kezdjük is el a tornát, majd a vége felé egy székre lesz szükségünk, és széken ülve fogjuk befejezni a mai tornát. Jó? Szívjuk be a levegőt jó mélyre, nyújtózzunk meg fölfelé, és fújjuk ki. Beszív a levegő, megnyújtózunk fölfelé, kifúj, orron át szívjuk be a levegőt, és szájon át fújjuk ki, orron át szívjuk be a levegőt, szájon át kifúj, és még egyszer orron át beszívjuk, és kifújjuk, kihúzzuk magunkat, jó? Helyes testtartásra végigfigyelünk, vállak lazák, lapockát zárjuk össze hátul, köldök picit behúz, farizom megfeszít, lábfejek egyenesen előre néznek, és fejtetővel nyújtózunk fölfelé, és elől pontozunk, váltott lábbal, pontozunk elől, elől. A tempón lehet variálni, hogyha valakinek lassabb vagy gyorsabb tempóban esik jól, akkor nyugodtan. A lényeg az, hogy a gyakorlat meglegyen, és nyújtsuk előre ellentétes karunkat, jobb kéz, bal láb, bal kéz, jobb láb, jobb kéz, bal láb, bal kéz, jobb láb, és cserélgessük. Csere, csere. Maradjon a tempó, a láb ugyanezt csinálja, és megváltoztatjuk a kar tartást, azonos oldali kéz és láb nyújt előre, nyújt, 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 azonos oldal, és megint keresztbe, kereszt, 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 jó, és utána hátra lendítsük picit a sarkunkat, közelítsük a farizmokhoz, hátra, hátra, és ellentétes oldali kezünket kezdjük el közelíteni, nem muszáj megérinteni a sarkakat, de közelítsük, közelít, és a másik kar pedig nyújtózzon fül mellé jó magasra, jó, picit lassabban mutatom, megnyújtózunk, és csere, jó? Próbáljuk közelíteni, közelíteni, és fül mellett nyújtózik a másik kar. Jó, és lelazítjuk, picit rázzuk le kezünket, lábunkat. És kezdjünk el picit helyben tipegni. És tipegjünk ki szépen kis terpeszállásba, és onnan vissza összezárjuk oldalra. És vissza közép, oldalra, és vissza középre, oldalra, vissza középre, és kényelmesen lépkedjünk helyben, ellentétesen mozognak a karok is. Jó, lapocka zárásra, próbáljuk meg előremelni a karokat, vissza középre le, oldalsó középtartás, zár a lapocka, vissza le, hátul, zár a lapocka, közelítjük a két kart egymáshoz. Nyilván elől nem tudjuk annyira összezárni a lapockánkat, de törekedjünk arra, hogy a vállunk az ne csúszson fel, hanem tartsuk lent, jó? Vissza törzs mellé, oldalt, vissza és hátra. Jó? Elől, közép, oldalt, közép, hátul, na még egyszer, elől, közép, oldalt, közép, jó? Picit hajlítsuk a térdünket, mozgassuk meg a bokánkat is. Egyik irányba, másik irányba, picit mozgassuk át. Jó? És a lapállás, szorítsuk össze a farizmokat, lábfejek párhuzamosan helyezkedjenek el. Vállunkat letoljuk, lapockát zárjuk, és elő keresztezzük a karokat nyújtva. Pici kereszt, pici, 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 keresztezünk. Jó, és onnan kihozzuk oldalsó középtartásba, lefelé fordít a tenyér, szorít a lapocka, lent összezár, és föntent pici lebegő mozgásokkal oldalsó középtartásba mozgatjuk a karokat. Jó, leengedjük hátunk mögött, és próbáljuk itt is elcsúsztatni egymás fölött a karokat. Jó, itt ami nagyon fontos, hogy zárjuk a lapockát, és ott lent a hátunk mögött pici-pici keresztező mozgásokat végzünk. Jó, és picit körözzünk a vállunkkal, lazítsuk el. Jó, elől keresztezünk picit, szorít a farizom, köldök picit, behúz vállunkat, toljuk lefelé, fejtetővel nyújtózunk fölfelé, és most felfelé fordítjuk a tenyerünket, és így picikét
Lebegtetjük a karokat, szorítjuk a lapockát, és nyújtjuk a karokat. És leengedjük hátunk mögött, közelítjük a két kart egymáshoz. Közelít, próbáljuk meg pici keresztező irányba vinni, és lelazítjuk, körözzünk hátra a vállunkon. Jó, és még egy kör ebből, elől. Szorít a farizomk, köldökbe húz, kereszteznek a karok. Kereszteznek. Illetve nem is a kar, a csukló, elég a csuklónkat. Picit elmozgatjuk egymás fölött. Oldalsó középtartás, figyelünk a válltartásra, lapocka zár. Szorít a farizom, köldökbe húz, fejtetővel nyújtózunk. És lelazítjuk. És a hátunk mögött picikét, közben nyújtózunk lefelé is. És lelazítjuk. Picit lendítjük a karokat előre, hátra. Jó, és rázzuk le kezünket, lábunkat. Kényelmes terpeszállásban helyezkedjünk el. Maradnak tónusban a tartóizmok, és húzzuk föl a vállakat, és engedjük le. Húzzuk föl, lenged, fölhúz, lenged, fölhúz, lenged. Jó, és váltva. Egyik fönt, másik lent, egyik fönt, csere. Jobb billentsük oldalra a fejünket. Fejkörzést fogunk végezni, de az előfél körében simán lent vannak a vállak, és mikor elérkeztünk a másik oldalra, fölhúzzuk a vállakat egész fülig, és a hátsó fél körében úgy gördítjük át a fejünket, hogy föl van húzva a váll. Mikor visszaérkeztünk, leengedjük, és itt is próbáljuk nem előrejteni a fejünket, hanem állbehúzással, jó? Előfél körében visszük, oldalt fölhúzzuk a vállunkat, hátul felhúzott vállakkal körzünk, és tovább. Jó, fölhúzzuk. Ez a hátsó félkörében a nyak felhúzása, vissza másik irányba is, ez a nyaki gerinccsigolyáknak a megóvása miatt nagyon fontos. Jó, hogyha esetleg probléma lenne, bármilyen elváltozás, elzáródás, akkor ne okozzon ez szédülést vagy különböző problémákat. Jó, és lazítsuk le. És körözzünk hátra a vállakkal. Hátra. Jó, és picikét csak fordítsuk oldalra a törzsünket, és nyújtózzunk meg, nyújtózunk. Elől eltoljuk a karokat magunk előtt, visszafeszítjük a kézfejet, pici rugót is belevihetünk. És átlósan fölfelé nyújtózunk, átlósan föl. Jó, és picit lefelé. Jó, és húzzuk hátra a vállunkat, szorítsuk össze a farizmokat. Jó, és picikét hajlítani fogjuk a térdünket, picit hajlít. Hogyha valakinek szüksége lenne rá, akkor nyugodtan támaszkodjon meg. Ami nagyon fontos, hogy nem a térdünket toljuk előre, hanem inkább a fenekünket hátra, jó? És a testsúlyunk inkább a talp hátsó részén legyen. Szóval picike hajlítást nem kell guggolni, és csak oldalra kilépünk, pontoz a láb, vissza közép, és pontoz, közép, picike hajlítás, amennyire jól esik, jó? Mindenkinek, ahogy jól esik. Ha megvan, akkor picit fordíthatjuk vele a törzsünket is. És fordít. Jó, lazítsunk, kicsit rázzuk le kezünk, lábunk. Maradunk így, hajlítjuk a térdeket, és előre fogjuk sarokra kitenni a lábunkat, és vissza. Elől sarok, és nyújt a térd, és vissza. Karok pedig jönnek hátul, törzs, mint hátam mögött tapsolni akarnék, jó? És vissza elől, hátul, és csere, láb megy előre, kéz megy hátra. És picikét hajlítunk, jó? Picikét hajlít csak a térd. Nagyon fontos, hogy nem ejtjük előre, hanem tartjuk combizomból, farizomból. Dolgozik a törzs összes izma, és egyenes a hát. Jó, és picit lazítsuk le, rázzuk le. Kezünket, lábunkat.
Megint hajlítjuk a térdünket, utolsó gyakorlat ebből a verzióból, és picikét hátra lépünk ki, és vissza középre. Hátra, közép, hátra. Ami nagyon fontos, ugye, hogy nem nyújtjuk most a lábunkat, hanem maradunk lent, jó? Csak hátra lépek, picikét megtámaszkodom, és vissza. Karokat pedig toljuk előre, miközben a láb megy hátra, és zár a lapocka. Tol előre a kar, zár a lapocka, jó? És mehet a láb váltva. Azaz, és toljuk hátra. És együtt mozog a kar és a láb, zár a lapocka. Válunk nem csúszik föl. Na még egyet mind a két oldalra. És lazítsuk le. Rázzuk le kezünket, lábunkat. Picit előre gördülhetünk most. Jó? Fej, váll és domború háttal lassan gördülünk előre, csigolyáról csigolyára. Hajlítjuk a térdeket, és lassan egyenesedünk föl. Domború háttal, csigolyáról csigolyára, végén a fej. És zárjuk össze a lapockát. Egyenesen állunk, sőt, hozunk egy széket a következő gyakorlatokhoz. Széken ülve folytatjuk a gyakorlatokat. Az nagyon fontos, hogy ne dőljünk hátra a székben, hanem egyenesen tartsuk magunkat a törzs tartóizmaiból, és a széknek a felületén üljünk, ülőgubunk helyezkedjenek el a széken, jó, és karmoljuk be a kézujjait és a lábujjait is, és nyújtsuk ki. Aki az előző tornát is végigcsinálta, ezt a virtuális tornát velem, akkor ez a gyakorlat már ismerős lehet. Bekarmol és nyújt, bekarmol, nyújt, bekarmol, nyújt. Közben ugye zár a lapocka, fejtetővel nyújtózunk. Köldökünket picit behúzzuk, farizmokat megfeszítjük, figyelünk a helyes testtartásra. És picit lazítsuk le, helyben tipegünk, megrázzuk a kezeket. Jó? Jobb kéz jobb lábúja nyújt, bal kéz bal lábúja bekarmol, és megcseréljük. Csere, azonos oldal dolgozik együtt. Csere, csere, csere. A tempón lehet változtatni, ahogyan jól esik, amelyik tempó megfelelő. Jó, és lazítsuk le. Kézujjai nyújtanak, lábujjai bekarmolnak, és így cseréljük meg. Nyújt, és csere. Jó, fönt és lent dolgozik külön, kéz és láb dolgozik külön. Jó, és akik ismernek engem, és járnak hozzám az órákra, akkor ők már tudják, hogy mi fog következni. Nem más, mint az, hogy keresztbe fogjuk megdolgoztatni. Az agyféltekeinket is bekapcsoljuk. Jobb kéz és bal láb dolgozik együtt, bal kéz és jobb láb dolgozik együtt. Jó, tehát keresztbe vagyunk most. És úgy cseréljük meg, és próbáljuk jól kinyújtani az ujjakat. És megcseréljük. Közben nem felejtkezünk el a lapocka zárásról, a törzsnek a stabilizálásáról. És keresztbe. Hogyha valakinek ez picit nehezebben megy, akkor lehet gyakorolgatni szabad pillanatainkban. És keresztbe, keresztbe. Reggel ébredés után, még az ágyban fekve, kicsit átmozgatni a bokákat, lábujjakat. Jó, és picit lazítsuk le, rázzuk le, és emelkedjük lábujjhegyre, sarokra, lábujjhegy, sarok. Jó? Emeljük meg lábujjhegyre lábunkat, és egy V betűt formázva a sarkainkat tegyük le. Emeljük vissza, és kicsit kifelé fordítjuk a sarkakat csámpásan, és vissza középre V betűbe, és megcseréljük, megcseréljük, megcseréljük. Közben végig szorítanak a farizmok, próbáljuk feszesen tartani, és fordít, V betű, kifordít, V betű, na még egyszer. Jó, és kicsit rázzuk le. Lazítsuk le, szorítsuk össze a farizmokat, és érintsük össze a tenyereinket, vállakat lent tartjuk, és szorítjuk a farizmokat, tenyereket összeszorítjuk, megtartjuk, és onnan ellazít, és nyit a mellkas, oldalsó középtartásban nyitnak a karok, jó? Összeérintjük a tenyerünket, szorít a farizom, és összeszorítjuk a kézfejeket, tenyereket, picit megtartjuk, és nyit, és összeszorítanak a tenyerek, farizom szorít, medencefenék izmokat is megfeszítjük, és nyújt, és még egy utolsó, összeszorítjuk, és nyitjuk. Jó?
akkor izomszorítás marad, összeérintjük a tenyereket, megnyújtózunk a fejünk fölé, hozzuk a karokat, és a jobb karunkat elől hozzuk le, a bal karunkat pedig vigyük hátra, és kövessük a tekintetünkkel a bal karunkat hátra lefelé, vissza, fej fölött találkoznak a tenyerek, és elől lehozzuk, fölnyújtózunk, és ellenkező oldalra folytatjuk a gyakorlatot, hátul lévő kezünket követjük a tekintetünkkel, vissza közép, és lehúz, fölfelé megnyújtózunk, hátra lehozzuk, vissza, előre, jó, és még egyszer másik oldalra, fordít a törzs vele egy picikét. Ugye, hogyha itt háttámlája van a széknek, akkor egy picit nehezebb, azt ki kell kerülni, de semmi probléma, összekulcsoljuk a kezeket, és domború háttal előre nyújtózunk, kifújjuk a levegőt. Jó, és próbáljuk meg hátra húzni, nyit a mellkas, zár a lapocka, kifújjuk a levegőt. Összekulcsoljuk a kezünket, hogyha jól esik, akkor ki is fordíthatjuk, jó? Nem mindenkinek szokott jól esni, úgyhogy opcionális a helyzet, és lazítsuk le, rázzuk le, kicsit kezünket, lábunkat tipegjünk helyben, és utagethetjük, ugyanis szükség lesz most a lábizmainkra. Jó, egy picit előrébb csúszunk a széken, és előre kinyújtjuk a lábakat, onnan picikét hátra döntjük a törzsünket, és próbáljuk megemelni a földről a lábfejeket. Jó, megemel, és vissza le. Picit megemeljük, vissza le. Nem kell magasra, már érezhetjük, hogy azzal, hogy elemeljük a földtől, elég erősen bekapcsolnak a hasizmok, hogyha biztonságosabb, könnyítésképpen támaszkodhatunk a széknek a háttámlájánál. Jó, picit megemeljük, vissza le. Picit megemel, vissza le. Picit megemel, vissza le, még egy utolsót, és letesszük, jó, és toljuk előre a mellkasunkat, nézzünk picit fölfelé, nyújtsuk meg, és lazít. Jó, na még egyszer, váltva fogjuk elemelni, váltva emel, és vissza, letesz, jó? Emel, emel, vissza, le, emel, emel, vissza, le, na még egyszer, emel, emel, vissza, le, és nyújtózunk fölfelé, nyújtózunk, nem hagyjuk hátra a fejünket, éppen csak fölnézünk a plafonra, és kifújjuk a levegőt. Jó? Támaszkodjunk meg itt a széknek a ülőkéjén, és onnan picit karnyújtással próbáljuk meg elemelni a fenekünket a széktől, jó? Picit megtartjuk, és vissza letesszük. Emelkedünk, picit kitoljuk magunkat a székről, vissza le, hogyha ez nagyon könnyű, akkor kicsit messzebb tehetjük a lábunkat a széktől, és megnyújtózunk, vissza le, nyújt a kar, elemeljük a fenekünket a széktámlájától, picit megtartjuk, és le, na még négyet, vissza le, próbáljuk jól kitolni magunkat, nyújtózni fölfelé fejtetővel, emeljük, vissza le, és emel, nyújt a kar, utolsó, fönt, és lelazítjuk domború háttal, mert visszalépünk tartámosra, megkapaszkodunk domború háttal a térdekben, és engedjük, hogy hátra süllyedjen a gerincünk, és nyújtózunk meg fölfelé, jó, húzzuk ki magunkat, lépkedjünk picit helyben, és akkor még egy gyakorlatot fogunk állásban végezni, de ahhoz szükségünk lesz a székre is támaszként. Utolsó gyakorlatunkhoz pedig szükség lesz a székre, mint támasztékra. Egy ilyen könnyített mérlegálláshoz hasonló gyakorlatot fogunk végezni. Az, hogy a szék mennyire magas, ugye, hogyha kicsit magasabb, az még jobb. Azzal tudjuk kicsit könnyíteni vagy nehezíteni a gyakorlatot, jó? Támaszkodjunk meg a széken, és emeljük hátra a bal lábunkat, és karhajlítással, ugye törzsdöntéssel előre közelítjük a törzsünket a székhez, és vissza. Lábtartás csere. Ugye, hogyha a gyakorlatot megnéztük, akkor azt szeretném kérni, hogy ne a tévét nézzük, hanem nézzünk lefelé a székre, hogy a nyaki gerincünk egyenes legyen, jó? A szék pedig, hogyha kell, támaszkodhatunk rajta, de próbáljuk meg inkább csak biztonsági pontként használni, jó? És úgy hajlítjuk előre a törzsünket, nyújtjuk hátra a lábunkat,
Nyilván mindenkinek ahogy jól esik, valakinek könnyebb, valakinek nehezebb a gyakorlat, és csak annyira menjünk mélyre, ahonnan még lassan, kontrolláltan vissza tudjuk hozni középhelyzetbe a testünket, jó? Farizom szorít, köldökbe húz lapockazát, fejtetővel nyújtózunk, és úgy döntjük előre a törzsünket. Picit megtartjuk, nagyon jó egyensúly gyakorlat is. És csere. És zárásként hozzátjuk a karokat is. Azonos oldali kéz és láb emel. A karunkat próbáljuk meg egész fül mellé felhozni. Picit megtartjuk a véghelyzetet. És lassan, kontrolláltan egyenesedünk vissza. Azonos oldali kéz és láb emel. Próbáljuk fül mellé felhozni. Lassan. És még egyszer azonos oldali kéz és láb emel, vissza közép, másik oldal, jó, és utána ellentétes kéz és láb emel, bal kéz, jobb láb emel, és lassan dönt a törzs előre, próbáljuk a kart fül mellé felhozni, és vissza közép, csere, és vissza közép, még egyet mind a két oldalra. Nézzünk egyenesen lefelé a székre, egyenesítsük ki a gerincünket, csere, utolsó, jó, és maradjunk a széken a kezekkel, sétáljunk ki picikét hátra, és onnan engedjük, hogy a mellkasunk nyújtózzon, süllyedjen lefelé a talaj felé, gerincünket nyújtsuk meg. Jó, ne engedjük, hogy lógjon a fejünk, nem is kell fölfele nézegetni, hanem egyenesen legyen a gerinc meghosszabbításában. Jó, kicsit sétáljunk közelebb, és domború háttal picit hajlít a tér, itt most lefelé nézünk. Jó, onnan lassan engedjük le a karokat, és domború háttal csigolyáról csigolyára egyenesedjünk föl. Széket egy picit arrébb tehetjük, kicsit rázzuk le kezünket, lábunkat. Jó? Kicsit körözzünk a vállunkat, lazítsuk el, rázzuk le kezünket, lábunkat, és jó mélyre szívjuk be a levegőt, beszív, és kifúj, orron át beszív a levegő, szájon át kifúj, orron át beszívjuk, és egy utolsó, beszív a levegő, jó mélyre, kifúj, lazítsuk le kezünk, lábunk, húzzuk ki magunkat, ne felejtsünk el mosolyogni, akik hozzám járnak tornára, tudják, hogy a helyes testtartás egyik legfontosabb alappillére. És kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk. Kellemes pihenést és további szép napot kívánok!